Sziasztok! Ebben a videóban igazából egy felhívást szeretnénk intézni hozzátok Lillával, méghozzá azt, hogy fogyasztatok több rostot. Ugyanis Lilla mondott egy olyan adatot, ami igazából eléggé megdöbbentő, hogy Magyarországon nagyon kevés rostot fogyasztanak az emberek, de lehet, hogy az egész világon? Nos, nem tudom, hogy más népcsoportok mennyi rostot fogyasztanak, de a magyarok átlagosan naponta 15-20 g rostot fogyasztanak, holott 30-35 g lenne a javasolt beviteli mennyiség. És igazából ez azért lenne fontos, mert hát mi meg vagyunk lepődve, hogy ugye nem úgy működnek a dolgok, nem olyan mondjuk az emésztésünk, de igazából nagyon sok minden a rostoknak köszönhető. Igen. Sokkal jobban javítja az emésztés, pontosan, nem az emésztést javítja, hanem a motilitást, a beleknek a működését, hogy hogyan hassanak, nem jó szó rá, hogy hogyan hassanak, de lényeg az, hogy például sok embernél a székrekedésnek az egyszerű oka az a kevés rost bevitel. Hogy az, hogy nem megfelelő állagú a széklet, és nem lenne rá különös megoldás, nem kell különös diétát, vagy szuper ételeket fogyasztani, több rostot kellene bevinni. Honnan vigyük be a rostot? Tehát igazából a kérdés az, hogy mit tartalmaz rostot? Zöldség, gyümölcs, tejet, zöld és gabonák. De sajnos ezekből is sokkal kevesebbet fogyasztunk, mint kellene, pedig ezen a megoldás, tehát a gabonáknál, itt a zapely egy nagyon jó megoldás, de az összes teljes kiörlésű termék, lehetnek ezek kenyerek, kiflik, zsemlék, ugye korpás, ugye grehen, ezek mind teljes őrlésű, vagy valamihez hozzáadott korpa van benne, de a gabonáknak, a teljes ülésű gabonáknak a fogyasztása az javasolt lenne, és ezekben rengeteg rost van. Már ezzel, hogyha a fehér kenyeret lecserélnénk teljes kiörlésűre, grahamre vagy korpás kenyérre, nőne a rost bevitel. A másik meg, hogy a zöldségekben rengeteg van, valamelyikben kevesebb, valamelyikben több, a hüvelyesekben nagyon sok, de hát gondoljunk bele, elég zöldséget fogyasztunk, vagy elég zöldséget, gyümölcsöt? Nem sajnos. Tehát egy fél kilót kellene fogyasztani minden nap, a rostoktól független is, hogyha ez meg lenne, sokkal könnyebben meg lenne az a 30 g rost naponta. Most nem indokolt ez a kérdés, amit most fel fogok tenni, mert arról beszélünk, hogy kevés rostot fogyasztunk általában, de hogyha van esetleg olyan valaki, aki mondjuk túl sok rostot, lehet egyetlen túl sok rostot fogyasztani? Lehet, sajnos lehet, főleg az ilyen olyan vagy készítményekkel, vagy hogyha valaki korpával dúsítja mondjuk a reggeli gabonafejhét, vagy műzliét, akkor ezt azért túlzásba is lehet vinni. Az egyik az, hogyha valaki nem iszik elég vizet ezekre a rostokra, akkor ugyanúgy székrekedést tud okozni, mert nagyon-nagyon sok vizet magukba szívnak. Így hatnak meg, ez lehet a hátulütőjük is, ez az egyik. A másik meg, hogy hát attól függően, hogy milyen rost, de ezek meg tudnak kötni dolgokat. És például a gabonának a héj részében van egy fitinsav nevű anyag, ez egy antinutritív anyag, ami meg tudja kötni a kalciumot, a vasat. Nem csak az, tehát, hogy más káros nehézfémeket is megköt, de mondjuk jó dolgokat is. Tehát, hogyha valaki túl sokat fogyaszt ezekből, annak megint csak káros hatása lehet. De igazából ez az, ami kevésbé szokott előfordulni, inkább az, hogy keveset eszünk, és sokkal több rostot kellene fogyasztanunk, mert hogy az jó az emésztésünknek, az egészségünknek, és lassítja a cukrok felszívódását, van olyan rost, ami megköti a koleszterint, tehát hogy összegészében sok kedvező, jótékony hatása van. És hogyha eleget mértékkel fogyasszunk, nem kell túlzásokba esni, de hát kérem szépen, a legtöbb ember nem fogyaszt eleget. És akkor ezzel még a fogyást is elindíthatjuk, beindíthatjuk. Szóval a rostok azok nagyon jó. Köszönjük szépen a sok információt, nézzétek továbbra is a FIT24.hu-t. Legközelebb ismét egy nagyon érdekes témával jövünk vissza. Sziasztok!